Csácsubi csörtéztó csokoládé! Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, Kiper jelentkezik következő videóval. Rájöttem, hogy ha nagyon fényt csinálok, akkor meg tudom oldani úgy, hogy tudom kompenzálni azzal, hogy csinálok én ide magamnak egy napszemüveget. Mekkora király volt, mi? Srácok, egyébként így még annyira se látok, mint amúgy. Úgyhogy, de igazából sem értelme, mert ugye az lenne a lényege, hogy lássak. Viszont ha fény van, akkor nem látok, de ha felveszem a napszemüveget, ugyanúgy nem látok. Úgyhogy rájöttem. Úgyhogy egy napszemüveg lekerül. Nem sikerült megoldani a dolgot. Egyébként ez az ajtó, ez annyira idegesítően hangos, hogy az őrület. Na, figyeljetek, a mai projekt egy teljesen más jellegű projekt lesz. Folytatni fogjuk a csodálatos bázisunkat, viszont egy kicsi átalakítási projekt lesz. Várjál, ezeket miért nem... Ja, ezek inaktívvá válnak abban a pillanatban, amikor én lerakok egy másikat, ugye? Várjatok, és tényleg most egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dolgot talált ki a Keeper. Várjatok, megnézem a beállításokat, mert néha azt csinálja, hogy ezt átrakja 4K-ba, amint elindítom a videót. Most nem történt meg ez az eset. Na, oké, ugye itt van a bejáratuk, viszont egy kicsit még be kellene rendezni. Egyébként mekkora ötlet, hogy oda felkerült a dolog? Kikapcsolom, mert most nincs rá szükség, hanem kellene csinálnom nekem még egy ilyen generátort. Arra gondoltam, hogy teljesen, teljesen nagyon szuper dolgot talált ki a Keeper, meg fogjátok látni, hogy mit. Egyébként el kellene mennem Murky Waterért a legközelebbi helyre, úgyhogy azt lehet, hogy azt még megejtjük. Nézzük az összes ilyen üres üvegem, ami létezik, az legyen nálam, és akkor az összeset Murky Waterre meg kell tölteni, mert amúgy nem lenne rossz. Na, gyerekek, akkor motorral kellene menni. Hát merre mész, Keeper? Hát le tudsz menni éppen, more. Júj, meg lehet, hogy le kellett szedni már a izét is, a csodás vagyonunkat. Na, gyerekek. Na, lámpát tudok kapcsolni? Oké. Okay. Hogyha nyílgázom, kimegyek, kinyílik időbe? Most nyílgázom megyek. És mi a szar? Ja, bazza, lekapcsoltad, hülye gyerek. Úristen, ilyen hülye nem lehetsz, Keeper. Lekapcsoltam, hát akkor nem nyílik. Azért kapcsoltam, nem, mert ittben akarok ténykedni, erre mehek, erre meg. Erre meg izé, erre meg lekapcsolja a hülye, és nem tud kivenni. Na jó, veressük neki, 21%-on van az üzemanyagunk. Hol a legközelebbi Murky Waterre lelőhely? Itt van. Az igen, az igen! Azért sikerült oda csuknom a motoromat. Jó, ott a legközelebb Murky Water lelőhely. Oda elveretünk. Egyébként mondtátok, hogy modifikációt rakjak a motorra, akkor az jó lesz nekem. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, ám, fogjuk csinálni. Egyébként itt evett sört, mert füvet nyírtam, meg minden szar, úgyhogy lehet, hogy ma kifejezetten összeszedetten gameplay-jel fogunk szembenézni. De megvan a terv, hogy mit akarok máma csinálni! Úgyhogy azt be fogjuk valósítani, be fogjuk valósítani. Várja, itt van valahol a vize. Ó. Mondtátok, az autó a szar egyébként, mert el akar mindenbe, nem sokkal jobb, mint a mostani, úgyhogy lehet, hogy akkor... Ne menj bele vízbe! Ne menj bele vízbe. Jaj, meg, így. Ja. Egyébként ilyenkor az összes Murky Watert nem rakja elő, ugye? Végre elmentünk Murky Waterre, hallod? Egy őrület volt, hogy nem megyek el érte, hallod? Még valami? 125. Biztos utáltátok, hogy baz, a hülye gyerek már mennyi izéje van, mennyi üres üvegje van, aztán még mindig nem ment el érte. Na, elmentünk érte, jó? Egyébként vödörbe azt sem tudnék hozni vizet. Hoznék vízni hozat. Oh. Megcsúszott a izén, tükörjégen, gyerekek, jó fele megyek? Lószal. Na, merre kegyek? De jó fele megyek. Csapjuk neki, gyerekek! Ja, nincs messze egyébként. Nem tudom, hogy miért húztam ennyire ideig ezt, hogy el tudjak venni ide vizeért. Amikor tök közel van, 16%. Egyébként itt akarok ilyen lehajtott, fölhajtót csinálni, ha már egyszer, de mai részben egy különleges dolgot fogunk csinálni. Lehet, hogy már el is spoilereztem így a címbe. Azt általában szoktátok utálni, hogy elszpoilereztem. Ma rám írt, vagy nem is tudom, egyik nap nem. Nem ma, egyik nap rám írt a srác, hogy elszpoilerezem már állandóan. Instán írt, hogy mindig így várja, hogy mi az érdekes, ami történik, én meg szétszpoilerezem. Ezt írjátok meg, légy szíves, hogy legyen spoilerezés, vagy ne legyen spoilerezés. Na! Ezt tényleg lekapcsolom.
hogy ne menjen fölöslegesen, mert igazából itt lent nem ténykedek, és ugye ez igazából itt lent az ára bellátás, ami itt igazából szolgáltása, viszont itt fönt fogunk ma ténykedni. Na, skacok, amit kellene csinálnom ma, az nem más, mint meg kellene néznünk, oh, jaj, gyerekek, rengeteg dolgom, tényleg annyi dolgom van, beton, ugye rakjuk ki az olyan alapvető élelmiszereket, dolgokat, amik igazából most nem kellnek. A izzét is ide rakom ezt. Sanyi megint elkezd lásni. Ferike mondta múltkor, hogy egyik részben volt olyan, hogy Sanyika nem másod. Nem is érti, hogy hogyan. Hát én se egyébként. Ha nézzük, hogy mi van itt olyan, amit el tudnék még. És most már mindenképpen akarok jó kaját csinálni. Ha akármi is történik gyerekekkel, jó kaját csinálnom, mert már a tököm ki van bele, hogy mindig izét eszek. Mindig izét süthúst teszek, csak akarok egy jó konyvasztali. Egy jó babgulyás, hogy valamit összedobog gyerekek. Ja, nézzük meg, hogy áll, mert igazából elég sokáig elszórakoztunk ám. Ó, hát ez jó, gyerekek, nagyon jó. Ugye ez mindegy, hogy mivel ütöm ki, akkor is nagyon jó cucc, vagy ugyanannyi cuccot ad, ezt mondjátok meg, Léci, mert nehogy az legyen, hogy azért, mert mit tudom, ököllel ütöm csak ki, akkor nem ad annyit. Mondjuk ennyi erővel, akkor meg is próbálhatjuk, figyelj, mennyit ad? Aha. 5 darabot ad, ugye? 5-7 darabot, ahogy nézem. Nézzük meg a izével. Ezzel mennyit ad? 7 darab. Ja, 6 darab. 6 darab. 6 darab. Megnézzük a nélkül. Nem mondod, hogy a 6-os macsételmet ledobol a földre, vagy az-e? 26. 33, ja, így is ilyen 6-7 darabot, tehát ez teljesen mindegy, mivel ütött ki. Ez nem baj. Na gyerekek, a mai részben újabb elektromosság projekt lesz, meg újabb garázs projekt, úgyis éjszaka van, és egy kicsit akkor rá fogunk erre feszülni. Yeah. Meg fel kellene vernem egyébként ezt az útat, és akkor csak úgy annyit hagyni, hogy egy darab út legyen középen, mert nem kell nekünk három sor, mert most ugye három sor van középen, és akkor oda is tudnék ültetni, de először is ugye az lenne a lényeg, hogy ugyanannyi krumpli és ugyanannyi kukorica kerüljön elültetésre. Viszont azért elég sok potató plantom is van már, megnézzük, hogy mennyi szídet tudok kitermelni, és legelőször akkor a potatót fogjuk. Azt figyeljtik, hogy potató? Potató? Gyerünk. Valamint gombát is kellene termelnem, azt is meg kellene csinálni, csak egyszerűen nincsen idő mindenre. Az a nagyon durva. Na nézzük, akkor először a potato seedet kellene csinálnom, csak... De mennyi minden nincsen. Várj, ezt a dörtöt hadd rakjam be ide, figyelj. Így is dört, akkor tudjuk, hogy itt van, meg igazából azt tudunk csinálni. Na, akkor potato dolog. Itt még van 2 darab, és van még az én helyem. Na, potato seedet csináljunk. Amennyit bírunk, és még mindig potató szüidet csinálunk, igen, tudom, már biztos unjátok, hogy ez abból készül millió darab. Kukoricánk meg már van annyi, mint a sár. Egyébként na, ezekre gondoltam, hogy ezek nem valami nagyon jók, mert az a baj, hogy csak 100-at tudsz bele rakni össze, ugye? De ezt meg fogjuk próbálni. Ma robotizálni fogunk, és védelmet fogunk megcsinálni. A mai cél az, hogy egy AFK bázis csinálják. Az AFK bázis az, hogy olyan bázis készítesz, ami gyakorlatilag akkor is működőképes, amikor nem vagy te billentyűzetnél. Ugye az AFK, az Away From Keyboard, ha jól emlékszem, azt jelenti, hogy nem vagy a billentyűzetnél, tehát itt hagyhatom a bázisomat, és benne héderezek, alszok, vagy bármit csinálok, vagy közben filmet nézek, és akkor is kibír egy zombi hordát. Valahogy ez lenne a cél, hogy egy olyan bázis létrehozni, ami teljesen... és természetesen csalás nélkül, mert vannak olyan különböző... Na gyerekek, lassan nézd oda, elérjük. És majdnem most értük el azt, hogy tudok csinálni meg tudom oldani azt, hogy... Na várjátok, van egy csomó konszídem, és akkor azt igazából el kellene ültetni. És fel kellene verni akkor a padlót. Most nem ezzel akarok tökölni, de most muszáj ez, gyerekek. Viszont a fáklyákat lehet, hogy följebb kellene csapatnom, mert amiatt nem tudtam ugye rakni. Na mindegy, itt
Ugye följebb rakom. Látod, most már rakok a fal mellé is, mert ugye, hogyha van valami, akármilyen object, amelyik ott van a falon, és nem tudok amiatt kukoricát rakni, azért, mert ugye igaz, hogy nem foglal még akkora helyet, de ő tudja, hogy a kukoricának három blokk növekedési hely kell, három, ugye, és emiatt ugye nem tudja, nem tudjuk lerakni. Na, kellene akkor még konszidet csinálni, amíg... Mi van, Sanyi, hol vagy? Mit csinálsz te? Ma megint ásik, mindig ásik. Jó, igazából nem baj, hogyha csinálunk belőle többet, mert így is jut is marad is, mert van bőven belőle. Na, és akkor fel kellene ezt csapnom gyorsan. Ezt fel is tudom úgy ütni. Egyébként elmondom nektek, hogy így. Van nekem izajom? Van, várja, egyetem van. Van ilyen, nem. 7 darab van, úgyhogy 7 darabba gazdolkodjunk. 3. Ilyet meg tudok csinálni, ugye romlott húst kell szereznem, a többi az valószínűleg megvan. Várja gyerekek, rengeteg gyóga van a képernek. Egyébként köszönöm a tanácsokat, és próbálom megfogadni, de ennek képernek olyan az agya, mint a idei, mint a tiszta szűrő. Úgyhogy ha véletlenül nem fogadom meg instant, akkor azért van. És tényleg bocsánat, srácok. Jó, igen, kell még csinálni ilyet. Oké, krumpli és kukorica van bőve. A magokat ki kell szórni. Ilyesek vagyunk, szomjasak vagyunk, minden bajunk van, tudom. A magokat meg ilyeneket várja, nincs itt valami. Kávé magamban 98. Coffee beans jobban mondva, és ebből tudok csinálni majd kávét. Viszont a izét akkor gondoltam, hogy elviszem akkor a lyukka. Nem a lyukka szídet, hanem van itt lyukkám, van bőve lyukkám. Lyukka fruitom, és abból csinálnak izét. Akkor már lyukka juice-t fogok csinálni. Vajon lyukka juice-hoz mi kell? Ezt hogy írják? Lyukka juice, mi kell hozzá? Üres üveg kell erre, és akkor abból üres üveg kellett volna. Na mindegy, akkor. Figyelj, snowball kell, és ilyen smoothie lesz, ilyen finom ide. Jó, mindegy, akkor csinálunk... Hát ennyi erővel akkor nem kell volna elmenni Murky Waterért. A Murky Watert viszont felhasználnám, hogy csinálok belőle mondjuk ragasztót. És akkor azt elhasználnám, és akkor az üvegbe meg csinálnék Yucca Juice. Na, mekkora poén, mekkora ötlet. Jó lesz az gyerekek, csak igen, szomjasak vagyunk. És igazából nincs semmi olyan, amit... Ez mennyi ízét, mennyi Watert ad? Ez sokat ad. Ezt ugye ígyunk meg. Meg nem tudom, hogy van-e valami kajám, lehet, hogy nagyon nincsen. És akkor viszont még mindig ezért kell, a sült hússal kell vinkoldnom, mert nagyon nincsen mit főznem. Várjál már? Van 82 húsom. Csináljunk pár grillezett húst. 16. Csináljunk 10-et. Aztán az a kiúzom addig, amíg meg nem nőnek a növények. Jó. Gondolkodjál keeper egy picit? Ja. Kellene glue-t csinálnom. Azt hiszem, hogy a glue... Ahhoz Murky Water kell. Glue az mindenképp kell, mert rengeteget én elhasználok. Murky Water és csont kell hozzá. Akkor csináljunk a csontból, és... Várjál, hol a csont? Ja, itt van, pont meg is van. Glue-ból és Murky Waterből csinálunk. Megfelelő mennyiségű. Nem az outputhoz rakjuk, hanem ide. Aha, így csak egy kicsit. Jó, 250, de jó lenne, gyerekek. Na, oda nézzük. Csináljunk belőle mondjuk egy 100 darab glue-t. Oké. A glue az kell, mert ugye kell mindenhez, kell a izéhez, a duct tape-hez, és akkor meg lesz. És elvileg, és ilyenkor a... Azt arra vagyok kíváncsi, hogy visszakapom az üveget? Van itt kettő ilyen trigger lapom, amit csináltam. Visszakapja az üveget? Nem? Ja, nem kapja vissza az üveget? Hát akkor cseszheted. Akkor mindenképpen meg kell csinálnom a piát is. Ugye? Sanyi meg kapod. Ne állj se, Sanyi, mert a valagadat úgy everem, hogy megőrülsz. Jó, akkor viszont idején csinálunk. Csinálunk vizet. Már igazából az sose rossz. Mondjuk csinálunk egy... mondjuk 250 darab vizet, jó? Ezt pedig csinálja 33 percig, 16 percnyi pia van, vagy izé van benne fa. Akkor rakjunk be pont annyit. Tökéletes. Csak ugye figyelni kell rá, mert tizet tud majd eltárolni, és akkor ki kell veszegetnem mindenképpen. Meg lehet, hogy itt is úgy lesz. Jó, oké. Akkor srácok, amit még kellene csinálnom. Pakoljuk ki a különböző alapanyagokat, például a kaja alapanyagokat, mert egyelőre nem kell, és a krumplit most már idehoztam. És a
a lyukát meg idehoztam, jó? Tudjátok, hogy milyen szerintem. Mivel most már úgy fogjuk csinálni. Jó. Ezeket itt hagyom. Ami nekem nagyon nem kellene, az nincs olyan, mivel szükségünk van mindenre. És most jöhet az, hogy meg kellene csinálnunk a csapdát, meg kellene csinálnunk egy csomó mindent. A fegyverben van nekem az izé, az a pörgőbürgó. Igen, van három ilyenem. Nézzük, hogy meg hogy milyen csapdáink, milyen trapjaink vannak. Van kettő a sárgán trapom. Mármint ilyen, igen, autoturet, hát csapdának nevezhető. Ezeket tudom is kettő darabot hova fogom elhelyezni, mivel muszáj elhelyeznem valahova. Az egyéb craftban van, vagy hol vannak ezek a pörgő szarok? Valahova elraktam őket. Tudod, voltak ilyen pengéim, nem? Úgyhogy úgy emlékeztem, hogy volna, hogy volt olyan pengé. Itt mi van? Ilyen, hogy? Oké. Okay. Jó, ott nem az van, amire gondoltam. Hol vannak ezek a pengék? Voltak ilyen forgó pengéim. Nem voltak, gyerekek? Az elektromosban, vagy hova rakta azt a kipöt? Itt van 10 darab. Na, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog működni. A magokat ki kellett volna raknom. Ez mekkora hány blokkot foglal? Az ez nagyon nagy. Ez 3x3 blokkot foglal. És ennek mind elektromosság kell. Van 10 darab belőle. Úgyhogy ez lesz a fő dolog, amire építeni fogunk. Viszont nem csak ez. Viszont kellene csinálnom egy generátort. A generátor az mi kell hozzá? Generátor bankhoz kellene forgasztél, mechanikus és... másik. Nézzük akkor a... Hogy nem, sima vas kellene. Nincs nálam sima vas? Egyáltalán nincs semmi sima vasom? Ez hogy lehet? Mire használtam fel? Kettő darab van sima vasom? Vasom? Van valahol egyébként vas beolvasztva? Sehol? Iron. Várjál, nem tudok ebből... Itt mennyi kijön? 15 kijön. Akkor ide dobjunk be egy kis fát. Van is benne, és... Most akkor csináljuk meg. Jó. Várj, ott már készül valami, nem? Ami igazából... Ja, nyílvessző. Viszont a nyílvesszőnek a vas mennyiségét, azt valószínűleg, hogy nem fogom akkor felhasználni, akkor csinálunk ilyet. Azért nem fogom felhasználni, mert nyílvesszőt, ahogy a Pandika már is megemlített egyik része után, hogy nem igazán használom, úgyhogy semmi értelmét nem látjuk ennek. Jó, akkor meg lesz a vasunk. Itt meg egy bogárba az, mi a szar? Ja, és ezt lehet, hogy le is fogunk skrepelni. Rakjuk be egyelőre a fegyverek közé, mert hát ha, bár igazából nem nagyon használom. Mert főleg, hogyha lesz silencer, meg egy olyan fegyver, amelyikre ugye tudok rakni két módot. Silencert és például... Minek nevezik-e? A fákját honnan vettem le? Ja, a fákját vissza kellett volna raknom, de mindegy. Összeszedetlen a keeper nagyon, ugye? És ha mindig éhesek vagyunk, azt meg kellene oldani. Oké. Okay. Tömjünk be szerintem magunkba az összeset. Bocsozzal, egy kicsit így el leszek. És akkor végig gondoljuk. Igen, a védelem bázisa, az nem lesz más, mint a forgópengék. Nem tudom, mennyire fognak elhasználódni. És mindenképpen egy külső... védelmi. Kettő körös áramrendszert gondoltam. Egy a világításra fog elmenni, egy pedig a védelemre. És a védelmet az jó, azért jó, mert az védelmet akkor csak akkor kapcsolom, mert a szükség van rá, nem pörgetem megállás nélkül. A világítás az inkább mert több. Vagy folyamatosan mondhatni. Jó, akkor skacok. Itt mi a glue az, hogy áll? 39, 7 percig van. 40. 12 percig, jó, akkor ez is tökéletes. Ezt kell megnézni, mert ez valószínű, hogy meg fog telleni, ki kellene szedni. És akkor be kéne pakolnom a hűtőbe. Ezeket is bepakolom a hűtőbe, mert ne legyen nálam. Jó, gyerekek, egy csomó kacat még nálam van, de az hadd legyen. Itt mi történik gyöngyösen? Ja, itt kellene nekem a vas. Meg is vagyunk, és akkor a generátorbankot meg kellene csinálni egy darabot. Az egy percig eltart. Jó. Ha egy percig eltart, akkor... Várjátok, van egy ötletem. Meg kellene csinálni a helyét a shotgunos dolognak. Kapcsoljuk be az áramot? Legyen valami világítás. Oké. Okay. Na, a shotgunosra arra gondoltam, hogy kettő shotgunt úgy fogom elhelyezni, hogy esélyes, hogy ide le fognak jönni. És ez nekem nagyon nem lenne jó, hogyha ide lejönnének, mert...
mert az nekem nem jó. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt a két sárgánt azt behelyezném úgy, hogy így rálásson a bejáratomra. Szembe egymással. De viszont lehet, hogy el kellene valamilyen szinten rejteni. Nem tudom, hogy ezt mennyire ütik, érted? Hogyha be fúrnám a falba. Sándor, mit csinálsz? Befúrnám a falba. Lehet, hogy az lenne neki a tök jó. Viszont úgy kellene befúrnom a falba, hogy belül beljebb, hogy védve legyen. Nem tudom, hogy ez mennyire fog működni, majd mindjárt meg ki fog derülni. Egyik oldalt így megcsináljuk. Csinálunk neki egy ilyen fülkét. És úgy kellene egy fülkét csinálni, hogy kilásson. És akkor azt szerintem egy frankó lenne, hogy lefele-fölfele így meg lenne így rampot raknánk, tudjátok gyerekek. Majd mindjárt meg fogjátok látni, hogy mire gondol a keeper. Viszont akkor ki kellene, fölfele nem is kellene rampot rakni, hanem ide kellene rampot rakni, meg oda kellene rampot rakni neki. Igen. És ugye a belsejét is meg kell csinálni, hogy be tudjam rakni. Mindjárt meglátjátok, arra gondoltam, hogy ilyen fülkékbe beépítő kettő sátgárost. És akkor így, hogyha ide lejön bármilyen zombi, az leszedi. De viszont ezek jó, mert máshova nem látnak rá. Tehát nem az van, hogy össze-vissza lövöldöznek, hogyha össze-vissza mászkálnak a zombik. Az szerintem tök jó lenne. Mindenképpen akkor ide is rakhatnék egy olyasmit, és egy ilyen corner-szerűt, tudjátok, és akkor így mindenfele. Sőt, egy ilyen lövész helyet kellene kialakítanom. Remélem, hogy van nálam valamennyi lőszer. Majd meg fogjátok látni mindenképp, hogy mire gondolok. És akkor csinálok egy külön kört a védelemre, és a védelmet akkor húzom fel, hogyha baj van. Felhúzom a kapcsolót, bum, és akkor ledarálnak mindenkit. Igen. Na nézzük, hogy ez hogy van itt. Igen, itt bizony van. Itt mindenképp kialakítunk neki egy helyet. Igen, és meg. Várjál, azt hiszem nincs leragoldása. Jó. Okay. Neki ki akarok alakítani neki egy ilyen tök jó helyet. Hogy? Ezt még itt ki kéne szednem. És el kell mennem ide. Vagyis lehet, hogy frame-et tudok itt csinálni, azt akkor nem kell elmennem. Legyen frame, mennyi, legyen egy 50 darab frame nálunk azért. Lehet, hogy egyébként van elragva, de most olyan nem fogunk futkozni. Van murky volt, de mesétek, hogy kell valamihez. Ja. Okay. Ja, akkor az lesz, hogy ugye itt lesz a helye. Ez. Ez is lesz. Ez ilyen lesz. Fölfele is. Figyeljetek, mindenképpen akkor legyen hibátlan, érted? Ide fölfele is. Ilyen nagyon védett kis kuckója lesz ő neki, így. Amit betonból megcsinálunk. Ezt még lehet, hogy kiütöm, és akkor egy kornát ide berakunk. Hát nem olyan egyszerű kiütni, mi? Mondja a keeper, hogy kiüti. És akkor itt lesznek benne a shotgunos turretek. Szerintem az bőven jó, ugye eléggé közel kell jönnie a zombinak ahhoz, hogy az rálőjön, tehát nem fogja pazarolni fölöslegesen a lőszert. Fölfele ne lőjön, fölfele nem hagyunk neki helyet, hogy... Tehát fölfele nem fogom kiképezni erre, hogy ne lövöldözzön föl, oda ne lőjön fel, hanem csak hogyha lejön valaki, akkor úgy legyen megoldva. Na ide akkor ízét kellene? Ilyet kopizunk. És akkor valahogy beforgatjuk. Ugye megoldjuk, hogy így is forgassa. Jó, hangos ez a szar, mi? Na. Így gondolta a keeper. Ide meg lefele, nézze. Arra gondoltam. Így, és ide meg egy corner eset, várjál, elvileg van olyan, azt hiszem, hogy ramp corner. Inside corner. Ramp corner. Ez nem az? Ezt
beforgatni, lehet, hogy nem is jó. Nehogy túlfordítsa. Na, ilyenre gondolt valamire a keeper. Na, mit szóltok ehhez? Szerintem ez így faj lenne, oda még belőle kell. És akkor igazából így ki tudna lőni, várja, megnézem. Aha, ja, hogy? Ja, hogy ez nem, ez csak egy blokk magas. Aha, és így kilőne, látod? Viszont fölülre nem látna. Vágod? Vágod? Fölülre nem látna, tehát akkor attól nem kell félni, hogy fölfele lövöldöz, hanem csak ide. Ugye belátja az egészet. Na, ilyenre gondoltam. Szerintem ez tök jó. Akkor ezek szerint elég lett volna. Várjál, már kopizni kellene egy blokkot, sima blokkot. Ide lerakni. Nem tudom, hogy ezt mennyire fogják betámadni, hát nagyon remélem, hogy nem. Ott egy kicsit parázok. Így. Így, és akkor felupgrade-eljük ezt a helyet. És akkor két oldalt lesz neki egy ilyen. Szerintem tök jó. Szerintem nem rossz, nem? És akkor így várja. Ezt, igen, még most, ja, jó, oké. Okay. Viszont akkor fölösleges, várjál, hogy kell csinálnom? Megcsinálom ezen az oldalon is a helyét, elmegyünk felupgrade-eljük, és akkor bekötjük majd. Közben meg lett a generator bank szerintem. Rengeteg üzemanyagra van szükségünk, úgyhogy ilyen izét, ilyen olajpalát kell gyűjtenünk, vagy egy, lehet, hogy egy, csinálunk egy olyat, vagy egy autószétszerés, egy ilyen is nagyon sokáig, és abból lesz elég sok üzemanyag is egyébként. Bár olajpalából sokkal több van. Meg kell nézni, hogy mi az az olajpala már, mint hogy milyen ikonja van. Jó, hát szerintem ez egy frankó, nem? De nem tud bemenni a zombi? Nem tudja ütni? Attól félek egy kicsit. Egyébként lefele nem biztos, hogy érdemes ledó. Lehet, hogy azt kicserélem a lefele blokkot. Azért gondoltam, hogy beljebb legyen, hogy nem tudom. Talán akkor nem ütik. Nem tudom, hogy ezt szétverik-e, vagy hogy működik. Nem lenne jó, hogy szétcsapnák, érted? Lehet, hogy még beljebb rakjam egy blokkal? Abszolút ne üssék szét. Meg lefele nem biztos, hogy érdemes lenne, hogy lefele néz. Fele. Meg ez is szerintem... Az is szerintem szar volt, hanem ezt így kellett volna, meg így. És akkor tényleg csak akkor lássa, amikor a ide jön, nem? Érted? Meg akkor lefele se kellene. Akkor tök izé, így. És akkor így berakni. Szerintem ez így lehet, hogy jobb lenne, nem? Hanem tényleg akkor lássa, csak lássa rá. A másik az látja ott van, hogy ott az alsót is. Ja, meg ugye ez az a lényeg, hogy fontos, hogy fontos, hogy közel jöjjenek. Azért gondoltam, hogy ezeket ide raknám, és akkor nem lövöldöz messze. Fölöslegesen. Hanem akkor ezek ilyen közel lőjenek. Nincs. Várjál ma. Egy blokk. Akkor azt nem is kell kiütnöm, mindjárt akkor megcsinálom ennek a helyét. Egy pillantás, jó? Még egy beljebb. Aha, ez kész is van. Akkor nem kell róla annyi blokkot kiütnöm. Végül is elég így. Ugye így, ennyi? Ez tényleg? Nem, ott két blokk mélység. Így, ugye? Az a gyárpicsája. Mi az? Mi volt ez, gyerekek? Azt a rohadt, hallod, a hátamon feláll a szőr, esküszik. Eskü hátamon áll a szőr, bazza. De legalább lesz rombat húsom. Azt a betyáró is tölteket. Hát erre nem gondolta. Rám küldte bazza. Kell innom egy sört. Vagy egy mézet, na. Azt a csuda. A nyíki. Ó, azt a rohadt el. Viszok gyors egy mézet. Meg akkor megnézzük a generátorbankot, meg hozunk akkor betont, azt akkor megcsináljuk. Ahol téled a gyerekek? Hát ez majdnem megszivatott.
Na nézzük, mi a szituáció itt? Ja, itt még mindig a vizek mennek. Várj, viszont az a baj, hogy ugye ezt ki kell szedni, mert különben nem fog tovább. Nem fog tovább menni. Jó. Ja, izé. Van gyógyszerek közöttben? Vagy hol van a mélem? Van mélem? Van egy mélem. Megfertőzöttem sajnos. Jó. Akkor a következő a szituáció. Kell beton, meg fa, meg stone. Ilyen cobblestone kell, meg beton kell, fa az van nálam. Oké. Okay. Mi kell? Ja, beton kell. Elgondolkoztam közben, hol van ez a fegyó. Jó van, gyerekek. Megyünk ki. És akkor megcsináljuk, és akkor lepakoljuk. Közben valószínűleg itt meg elkészülnek a dolgok. Itt mi a szituáció? 100 darab glue. Meg is van. Tök jó. Az egyébként mindig hiány volt nálam. Oké, akkor menjünk. Nem menjünk garázson keresztül. Újra majdnem megszivattak. Ez a garázs egyébként a leginkább tetszik ebbe az egészbe. De ezt fel kell upgrade-elni, azt megint mindjárt szintet lépünk. Jó van. Ja, itt 15 félbe is marad, várjál már. Fölfele. Nem ott. Jó, hogy volt nálam lőszer. Hirtelen arra gondoltam, hogy ha most nincs nálam lőszer, akkor vége a bulira. A cél az volt, de hála, ugye nincs. Én meg ki kéne festeni, mert ez csömörletes ez a szín. De mondjuk előtte fel kéne upgrade-elni mindent, mert ugye nincsenek itt fel-upgrade-elve dolgok, ezt olyan ronda, mint a látom. Igen, a sörétes az elég, hogyha kilát. Épp akkor, amikor már itt vannak. Úgyhogy ez tényleg az lesz a célja. Hol vannak? Itt van kettő darab sörétes. Jaj, de jó, de nézve. Ezt akkor teljesen így nézzem. Zene. Ez meg teljesen így nézzen. És akkor várjam, meg lehet nézni a kameraképét. Aha, tök jó. Ezt csak akkor fog látni, kilátni. Érdekes. Ezt nézem, a kameraképet nézem, de elég fura. Ez olyan, mint hogyha kilátna egy ilyen lyukon. Nézzük a másikat. Itt ez mi? Na mindegy, szerintem jó lesz. Na, és akkor ugye, hogyha ide lejön valaki zombi hordakor, akkor ezeket így lelövöldözgeti, és ez tök jó lesz nekem, mert nem kell féltenem ezt az ajtót. Oké, akkor ez így jó. Ugye? Garázs ajtó bevétve. Viszont... mindenképp a generátorbankot, azt valahol oda kell elhelyeznem, A generátorbankot valahogy úgy kellene elhelyeznem, ami... elég közel van ahhoz, hogy elérjek kábellel minden... Ubbazom, mi az a hang? Úristen, tök durva hangok vannak ebben a játékban. Tiszta horror. Na, valahol ide gondoltam a generátorbankot. Egy olyan helyre, ahol elérnek kábellel minden védelmi rendszert. És a védelmi rendszerek az itt lesznek szétágazódva. Úgyhogy a generátorbank az ide fog beépülni, és így a kábelek nem is fognak látszani, mivel ugye a föld alatt lesznek víve. Úgyhogy ez szerintem ez így nagyon perfekt lesz. Ide kell beraknom. És ugye mondhatjátok, hogy nincs biztonságban, mivel hogyha elvesztem ezt a védelmi zónát, akkor mi lesz? Hát hogyha elvesztem ezt a védelmi zónát, akkor valószínűleg a csapdáim is már ott el is tűntek, meg is haltak. Ma a második dolgot dobok ki, mert mi van a gyerekek? Na. És akkor generátorbank. Ez tök jó, ez így befér ide. Ez tök jó. Oké. És akkor így be tudom kábelezni majd a különböző dolgokat, de még nincs, nem vagyunk készen. Mivel meg kellene csinálni a 10 darab pörgetyűnek a helyét. És a 10 darab pörgetyűnek a helyét, az betonra akarom rakni. Valószínűleg, hogyha olyan helyre rakod... Aha. 10 darab pörgetyű. Csak az ajtót szeretném szabadon hagyni. Tehát akkor ide jöhet egy, ugye? Jó.
Ezeket föl tudom venni elvileg, hogyha lerapok claim blokkot, úgyhogy arra figyeljük. Ide jöhet még egy, ez kettő. De miért nem engedi? Miért csak ide engedi? Ide miért nem engedi? Aha, el van csezve a gyerekek. A... oda! Oda, egy. Ez elfoglal elvileg, hármat. Egy, kettő, három, ezt a blokkot. Ki kell cserélnem mindenképp blokkra. Tehát ilyen izen nem lehet. Tudjátok, ilyen... síd vagy mi a szar nevezik? Azon nem lehet. Most hülyeséget csináltam, na várjál, hogy mindjárt meglátjátok. Nem lehet olyanom, mert ugye az elfoglal fölfele helyet. Tehát azokat ki kell ütlegelnem. Nem, itt egy elég érdekes megoldás lesz. Ide nem enged rakni, addig amíg el nem távolítottam, mindjárt akkor fogja lerakni, hogyha ezt, meg ezt kiütöm, és kicserélem majd blokkra. Most is már ráengedi, ugye? De ennek itt sok értelme nincs, tehát ki kell cserélnem mindenképp blokkra. Ezeket. És fel kéne upgrade-elni természetesen. Így, így, így. Így. Oké, és ezeket fel is upgrade-elem. És most már lerakhatom ide neki. Ja, egy kicsit túl szélesre húztam. Nem is kell volna annyira szélesre. De még nem baj. Jó. Ez 3 penge, 4 penge, 5, 6, 7, 8. Pont jó, ki fogunk jönni, gyerekek. Az elvileg ezen át tudok menni, aha, át tudok menni addig, amíg. És itt is ugye meg kell csinálni ugyanazt. Tehát ezt ki kell ütnöm, ezt ki kell ütnöm, és ezt ki kell ütnöm. Akkor már, hogy szimmetrikus legyen, ugyanúgy meg fogjuk csinálni. Igen. Még egy szélességet akkor be fogunk vinni a bázisunkba. Fel upgrade. Úgy. Jöhet ez. Ide? De várja, miért nem szimmetrikus? Ide a szélére jött. Ja, ugyanoda jön, jó, akkor szimmetrikus, ugye? Jó, szimmetrikus. Tök jó, imádom! A következő, az meg jöhet. Ne, csak itt ezeket már nagyon föl kell kalapálnom. Ezeket nem volt jó ötlet ide pakolni. Ja, ezeket fölütöm minden. És akkor itt lebetonozom normál blokkokkal. Az nem volt jó biznisz. Jó. Semmi gond, gyerekek, semmi gond, minden oké lesz. Muszáj egy kicsit alakítanom itt a dolgokat. Nem is lenne muszáj ugye ilyen szélességbe, de akkor már egyszer itt a dolgozat, akkor legyen meg. Egy. Éjszaka is timmelózunk, gyerekek, nem kis pályázó. Hát ezt le kéne csapni, mielőtt. Csúnyaság. Csúnyaság volt ott így. És akkor ilyen széles lesz az a része. Kellene még blokkot csinálnom, mindjárt csinálok, mert a másik oldalra meg szükség lesz. Fel kell upgrade-elni. Azt a betyár. Miért ütött a csávó? És ugye, most már úgy lehet, hogy értitek, hogy mire gondoltam, hogy csinálok egy külön kört, áramkört, ami csak a védelemre van, tehát egy darab generátor bekapcsolásával be tudom lódítani az összes védelmi berendezésem, hogyha nagyon elszabadul a pokol, vagy akármi történik, akkor szépen elindulnak a pengék, meg még ráadásul bekapcsolnak a ízek,
a turretek, meg minden, akkor ilyen, ilyen epic jól be tudok mindent lőni. Jó, ide jöhet egy. Meg akkor... Tudod, hogy a legszélébb meg elmennek, nem? Lehet, hogy ezt idébb kéne raknom ide. És akkor így jó. Annyi, hogy akkor... Ott a kettő között el tudnak jönni, de hát ugye, hogyha már oda mennek az oszlophoz, vagy bármi, akkor eléri őket a pengetőző, akkor nem lesz itt nagy probléma. Jó, akkor itt is végigverjük, és akkor végigépítjük ezt. Na, szerintem ugye egész kellemes lesz ez így. Nem azt mondom, hogy egy ilyen full off bázis lesz, de azért, hogyha elszabadul a pokol, akkor ez nagyon rá fog nekem segíteni a dolgokra. Akkor azért komoly védelmet fog jelenteni. De hát majd ki fogjuk próbálni természetesen, majd ide csalunk egy zombit, vagy akármit is. Ezt meglátjuk, hogy mi lesz a szituáció. Out of stamina, gyerekek, hát ennyire szomjasan vagyunk. Én nyilvánból bemehetnék inni, de ezt már be akarom fejezni. Ja, kellene csinálnom néhány frame-et. Oh yes! Mondjuk egy 20 darabot egyelőre. Aztán legyen. Itt elég csupos. Így jó, ugye? Oké. A védelem folytatódik, a bázis építés folytatódik ezzel. És egyébként tök élem. Egész jó az, nagyon jó, hogy elköltöztünk az előző bázisra, mert ez szerintem is sokkal kellemesebb, sokkal jobb. Ezt is leütjük. Felupgrade-eljük ezzel. És szerintem most már tényleg a következő körben el fogunk odaérni, hogy tudok elég krumplit, tudok elég kukoricát ültetni ahhoz, hogy a maradékot fel tudjam használni. Addig nem nagyon érdemes, mert akkor ugye nem tudok termelni. Tényleg azt kell, hogy a maradékot használod mindig fel. Az. Nagyon jó. Gyerekek, még van négy darab van még. Fasz, hogy sok az. Akkor hülye volt a keeper egy kicsit. Akkor nem így kell volna megvalósítani. Még van kettődik. Az igen, még van kettő darab, gyerekek. Még van kettő darabok, azt a betyár. A szóval kellene raknom, hogy mi csináljak vele már. Van még két darab, jó van, hát nem muszáj leraknom, ugye? Hú, ezek jó, jó néztek ki. Tudjátok, hova kellene leraknom? A tetőre, bazze. Aztán ezeket a kányákat leütné, nem? Hát, az mondjuk az nem volt rossz ötlet. Csak az a baj, a kábelek akkor látszani fognak a tetőnél. Ugye, kettő darab. Nem lenne rossz. És az a gond, szerintem nem, az így jó. Egy. Tányákat leütél, érted. Csak itt aztán belekeveredsz, mint cigány gyerek a Huzentraugerbe, vagy a másodikra kéne rakna. Azt a betyár. Na, oda. Na gyerekek, az egy helikopterba. Helikopter, az nem is biztos lekötöm most, de azt a betyár. Na, ezeket elindítom, az a lesz gond, nem? Jó, másfajta bármilyen védelmem van, ezt itt be kellene faloznom, mert nagyon csúfos. Jó. Az itt akkor itt lesz, az tök jó. Egyébként be is lehetne olyan szinten ásni, hogy erre rakok egy lapot. Csak ugye akkor nem tudom úgy vezérelni. Az vele talán a gond. Mehetünk, srácok, vagy egy rácsot is lehetne rakni, és akkor még be tudsz nyúlni mellette. Na mi történik? Mi folyik így gyöngyösen, gyerekek? Ezt turnak folyunk, mert turn off folyjuk, mert meg itt a dolog. Itt mi történik? Itt is még mindig ide jó. Készülnek a dolgok, csak már nem tudok hova, nem tudja hova rakni szegény. Oké. Viszont arra gondoltunk, hogy akkor ígyunk is egyet. Annál. Úristen, tele van már a izé. Ezek a vizeket nem tudom, miért nem stackeli be jobban, hogy miért csak vizet tudsz egy helyre rakni, ez egy kicsit idegesítő. Ma isszuk őket, én az őrült, aztán valami lesz. Ugye gyukkacsúszt is tudok akkor csinálni. Valószínűleg arra rá fogunk mindenképpen állni. Na, nézzük, hogy nincs-e valami olyan. Van ez ütlegelő fegyverem, ezt nem tudom, hogy mennyire hasznos, vagy mennyire nem. Van ebből egy darabom. Tök jó. Nincs más izé, csapda, semmilyen csapda nincs más. Nézzük már meg, hogy nincs-e valami olyan, hogy trap. Beütöm, hogy trap.
Igen, az a Blade Trap, de egyébként ezt tudok is csinálni, nem is egy olyan nagyon nagy kunst. Ez milyen? Olyan blokk, ami leszakadt? Jól értelmezem? Valószínű, ugye? Blade Trap. Jó, Turret. SMG turret, van ilyen SMG turret, de mondjuk ennek kell motion sensor. Ja, a motion sensor mindig kell hozzájuk, ugye? Aha. Tehát a motion sensor nem muszáj felraknod, hanem azt tudod berakni egy ilyenbe. Aha. De jó. De mindegy, most már nekünk nem ez fontos. Az egyéb craftban nekem van még üzemanyagom? Nincs üzemanyagom? Semmi? Ja, itt van 6000 üzemanyag, jó. Ha berakjunk akkor 1000 üzemanyagot. Ebbe. És akkor próbáljuk majd kössük be, és nézzük meg, hogy ez akkor hogy működik. Mondtam. Ebbe 1000 üzemanyag belement. Rakjunk bele, nem tudom hány motor kell egyébként. Rakjunk bele ezt egy darab motor. Mindjárt kiderül, hogy mennyit használnak ezek a különböző egységek. Ez... mennyit használsz? Ez 20 wattot, úristen, 20 watt. Akkor ebből van 2, 4, 6, 8 darab. Az ugye 160 watt. Ez 15 watt, 30. Akkor 190 wattot kell termelnünk, mert különben nem működnek a dolgok, gyerekek. 190 wattot kell. Ugye, akkor most van 50 wattunk, 100 wattunk, 150 watt, és nincs több üzem? Meg kell nézni, van-e még motorom. Akkor izé, vagy lehet, tudok készíteni motor? 150 watt, 200 wattot kell termelni ennek, biztos fogja zabálni rendesen. Elektromos, vagyok, nem is tudom, talán az egy évkapva. Nincs több motorom? Ujjjjjjj, gyerekek. Akkor azért itt... tudok engine csinálni, vajon? Nem nagyon. Motion sensor viszont nem is olyan bonyolult csinálni. Azt hittem, ez bonyolultabb. És az SMG... turret, az valószínűleg SMG lőszert használ. Viszont egy ilyet, az tök jó lenne csinálni, hogy ilyeneket, mert ez elvileg szerintem a legjobb. Meg ugye valószínűleg 9mm-es lőszert használ, mi ez az ötköd? Ugye, mert izé, figyeld ide, hogy rajta nála van ez a szar, akkor mutatja, hogy hogy működnek a különböző szenzorok. Mi? Mit mutat itt? Melyiknek a szenzorja ilyen arra fele néz a zöld? Ja, izé, az alsói. Uh-huh. Jó. Semmi gond? Na! Be kellene kötni őket, gyerekek. Az a baj, hogy kevés a motorom, úgyhogy azért el kell menni motorja majd. 3.30 van, úgyhogy nem lesz egy nagy kunst. Én arra gondoltam, hogy először akkor kössük be ezeket. Egy. Nem tudom, hányat tudok rákötni? Vajon? Bármennyit? Kettő. Három. Hoppá, hülye voltam. Rossz gombot nyomtam szerintem. Hogy lesz? Nem tudom, remélem, hogy rá lehet mindegy. És ha túl sokat kötök rá, akkor nem fog üzemelni egy, vagy pedig nem is egyik se fog üzemelni, vagy hogy fog menni ez? Na gyerekek. Ugye most 160 wattnyi van rajta minden, igaz? Minden egy rajta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Megteszem a rajtot. Igen, az utolsó nem üzemel ilyenkor. Na gyerekek, azt a betyárul is teleteket. Júj! Azért Keeper kezd meghűlni. Azt a rohadt élet. Itt ki tudok menni középen erre, ugye? Oh!
Rendesen fosok öcsejét. Azta! Ja, meg még van kettő a tetőn, úgyhogy kell. Baza, ez zabálja, mennyire zabálhatja? Baza, nem tudok bemenni, tesó. Alul kell bemennem. LOL! Penge izeik. Őrület. Várjál, mennyit evett meg? Kíváncsi vagyok. Jó, hát megevett körülbelül 100 százat, úgyhogy most így folyamatosan tökerészek. Kell csinálni folyamatosan nagyon sok üzemanyagot, azt nem lesz belőle gond. De itt hallom, hogy súvognak ezek a szarok. Jó, kikapcsoljuk el. Júj, bazzat. Ez nagyon adja, hallod? Ezt ki kell próbálni mindenképpen. De kellene nekem elektromos alkatrész, meg minden ilyesmi. Tök jó, mert azon a generátoron ugyanúgy átmész, mint hogyha nem lenne ott semmi. Ja, el kellene mennünk egy-egy gyerekek. Lehet, hogy mit pakoljunk ki, mert van neki ilyen elektromos alkatrész. Oké. Drónom marad. A fegyverek közé... Ez a kettőt nem tudom, hogy ez mennyire hatékony. Ugye ez ilyen lerakható, ilyen random. Ezeket lehet, hogy fel fogom használni, ugye ahhoz nem is kell elektromosság majd valahova. De várjátok, egy kicsit próbáljuk meg egy kicsit összeszedni magunkat, mert itt aztán van minden, mint az állat. Betonnám ide. Istenem, tele vagyok minden szemettel. Szerves craft, majd azt is kell csinálni ízét. Ládát, ugye? Egyéb craft papír, ez is. Van ott stone. Egy kicsit elmegyünk, annyit kellene szereznem. Hogy kellene szereznem még motort, engine-eket kellene szereznem, mert anélkül cseszhetem, mechanikus. Várjátok, valamire kíváncsi vagyok, ez mi a szar? Ez. Várjá, ott nincs jobb. Itt van a hatos vincsem, ez kell. Meg ez mi akar lenni? Hogy ezzel nem tudok jobban szétszedni valamit, vagy mi ez? Nem tudom, ez mire jó? Hoppa, nézzem meg elment borért. Ja, ezzel lehet, hogy jobban szét tudok szedni dolgokat, azon gondolkoztam. Na, ezt lehet, hogy meg le kéne rakni. Meg módosítást is kéne rászerezni. Csomó minden, annyi mindent kéne csinálni, a gyerekek megőrülsz. Jó van, oké, örülök neki, hogy megjöttél. Elmegyünk gyerekek motorozni egyet. Megtakolunk. Igen, várjál már. Erre elvileg van módosítása, hogy kevesebb üzemanyagot zabáljon. És ez tök jó lenne, mert azt írtátok is egyébként, hogy ez nagyon hasznos, mert a motor az nagyon sokat zabál. És van nekem elvileg, hol volt? Esküszöm, hogy valahol láttam. Egy ilyen... Hogy ezt nem oda raktam? De itt van. És ez mi? Ezt is megpróbáljuk felrakni, meg ezt. Ez a kettő volna frissítása van ilyenre. Jó, húzzunk bele. Nézem, hogy kell, így. Megszereltem bazzal, nem ezt akartam. Na, a módosítás, ó, de jó. Headlight cord, meg ez. Kevesebbet egyen. Meg elvileg van valami speed mód is. Na, most elvileg jobban világító. Na, nyílen megyek. Simán kinyílik, gyerekek, nagyon jó. Csak itt el kell bontanom a különböző dolgokat, már nem jó. Jó, na, a következő dolog. Elmegyünk, szedünk alapanyagot, járművek, de bazza, ez nagyon világít most ez a headlight mód. Kis lett kapcsolódni, tök jó. Ja, járművek. És arra gondoltam, hogy akkor már ha járművek, akkor itt a van egy traderünk, és valamerre arra orientálódjunk, mert ott megnéznénk, hogy milyen dolgok vannak. Ott volt egy modifikáció, elvileg, a járművemre. Vagy nem a járművemre, hanem a drónomra. És akkor az például tök frankó lenne, egyébként ebben nem hoztam az összet, úgyhogy óvatosan a zombi medvékkel.
Az a lényeg, akár mennyi, vagy akár hol járművet meglátunk, a legközelebbi járműhöz vagyunk. Egyébként itt a robbantott földön rengeteg szokott lenni. Azért gondolta a Keeper, hogy erre kéne jönni, de az a baj, hogy nem nagyon hoztam lőszert, lószt, semmit. Nem voltam túl okos. Úgyhogy jármű, a legközelebbi mindig, oké? Okay? Ott van a legközelebbi. Oda megyünk. És akkor kipróbáljuk, hogy ez melyik ad jobb dolgot? Vagy van valami mérőszáma ennek? Például... Block damage 57-7. 52-5. Valószínűleg, hogy akkor ez a 6-os az lehet, hogy jobb, ugye? Lehet, hogy jó lenne ez a... mit tudom én, Krova. De ugye... Hoppa. Ez nem szeri gyorsabbak, mint hogyha olyan gyorsan szedte volna. Ez lehet, hogy jobb. Na jó, engine-re megyünk rá, hogy amíg engine nem kapunk, addig semmiképpen nem hagyjuk abba. Ugye kettő darab kell, nem is egy, mert ugye volt a kiparó. Itt egyébként ezen a helyen robbantott földön rengeteg az autó. És 6 órakor nyit a trader, azt is meglátogatjuk akkor itt. Ezekből én kapok engine, vajon? Varázsőjem? Elvileg kapok, nem? Azt megnézzük a tradernél akkor. Nézzük meg, van-e benne valami össze. Ötös izé, csákány, figyeled, pazze. Ez biztos nagyon jó áraba van. Mondjuk nem hoztam semmi pénzt magammal, de haza tudok ugrani, nem egy nagy kunszt. Ja, mondtátok, hogy az autóra nagyon ne gyűjtsek, mert nem éri meg. A gyrokoptert azt mondtátok viszont, hogy az azért nem olyan rossz. Úgyhogy lehet a gyrokopter ráfeszülünk. De helikopterre járkálnék szívesen. Ja, meg írtátok egyébként pár részre ezelőtt a zombi horda előtt, hogy nem érdem egy zombi horda... zombi hordát úgy csinálni, hogy menekülök motorral, mert rám küldi a keselyüket, az szétszednek. Ez nem jó. Semmi, még mindig nincs motor. Motort az kapok én ezekből? Van esélyem rá? Egyébként nem ad kevés üzemanyagot, azt hittem, hogy nem fog ilyen jól adni. Megint lesznek skill pontjaink, főleg, hogy felupgrade-eljük az egész garást, mert mindenképpen fel akarom. Úgyhogy... Meg az egész lépcsőház. Az egész garázs és egész lépcsőház felupgrade-elését, azt meg akarom ejteni valamikor, mert... Ó, ne basszál! Egy láncfűrész, hogy sem. Block damage 24. Block damage... 84. Dick! Láncfűrész! Bassz, nem is tudtam, hogy van a játékban láncfűrész. Kettes, annyira nem is rossz. Na kell! Ez a fád vágni biztos lehet vele bőven, nem? Majd kipróbáljuk. Mit lehetne még csinálni vele? Mire jó látsz? Egy kettes láncfűrész ez valamennyire useless vagy nem useless? Mennyire használható vagy? Use... Az milyen? Mi az ott a... Ja, az a... Trader? Ja, a trader, jó. Itt ütök. Nyugi. Nyugodjál meg, Keeper. És még mond, engine még mindig nupu? Á, van egy engine, jó, még egy kellene. Nézd meg, mennyi jármű, hallod? Itt ez állat egyébként ki a jármű szempontjából ez a hely. Figyelj, ötös izé, pamsati. Pont ötösön van, rohadt élet. Beszalsz, bazza, mi történik? Mi folyik itt gyöngyösen, gyerekek? Nagyon kemény. Mi az a sok loot a járművekben? Néha egyébként olyan loot széria van. Megőrülsz. Jó, szerünk elektromos, meg minden kell, gyerekek, jó? Meg a mechanikus, mert csomó mindent kellene csinálni. Mindenképpen szeretnék csinálni ezeket is. Még tureteket valószínű.
Az lenne tényleg fú, hogy egy AFK-bál is csinálni egy következő hordára. Meg kell nézni, hogy a pengék azok mennyire kopnak. Még igazából még egy sor pengét tudnék simán nyomni szerintem. Mennyi izai van, mennyi motorom? Egyensi nem van. Ott még van egy fönn autó. Meg még nincs idva ugye a trader, úgyhogy még bőven tudom karimból zsárni. Ennyi ízét ad. Szerintem tök jó üzemanyagot ad egyébként. Egy darab ad ilyen 270-et, most ugye 10-et kiszedsz, ez 2000, aztán tök lassan 1000-re lehet tölteni ezeket a, mondjuk azt a lámpás cuccost. Na, még egy kicsit körülnéző, nem tudom, ott még van. Ott még van egy csomó, de jó. Out of stamina viszont van nálam, mitecske, elvileg. Ja, kifogyasztjuk ezeket az üvegeket, utána lyukkacsúszt fogok már csinálni. Gyerekek, jó. Nem kell aggódni. Hát túl be lehet menni a trailerhez az ajtón, nem valószínű. Ott van egy ilyen hátsó, ja, nincs is ajtó. Akkor nem. Mióta nem haltunk meg, gyerekek, a második napon meghaltam. Ne, körülbelül 38 napon napja nem haltam meg. Pedig azért azt néha elég bevállalósan játszok. Jó, néha fosósan. De néha azért bevállalósan. Járművek? Hol vagytok? Ott van még 2, 5 óra 52, mindjárt nyit a trailer, megyünk is be. Azt megyünk haza, hogy állunk engine téren? Még mindig egy darab engine? Az szoros anyád. 90 izét találtunk, ezt leszkrepeljük a 4 szeget. 66 ilyet, 8 ilyet. Az elektromos part az nem annyira ilyen mechanikus, mondjuk több kell, de most rákezdtünk az elektromosságra. Az se ártanám, hogyha az is jönne. Ja, meg ilyen reflektorokat, meg ilyeneket is tudnék csinálni, meg kellene is. Itt is van bejárat, látom-e? Itt is be is mentünk egyszer. Úgyhogy akkor nem gond. Ja, egy engine-t lehet, hogy kéne vennem, hogyha nem lesz, mert... Jó volna. Ez meg mi? Kerti budiba az? Itt láttam fönn valamit, hát. Hűtőszekrét. Nem, aztán le van szarva. Na, nem nyitottál még ki? Akarok ide vásárolni, he? Hát óra 10-kor, vagy mikor nyit? Eltávolodok abban a pillanatban biztos. Ó! Oh. Benézek, hogy mi van nála, azt maximum akkor visszavágtatunk. 40. nap, nem tudom, hogy mikor reszetel. Elfelejtettem már. Na, hello, haver! Mi van nálad? Nem tudom, hogy mutassa. Hű, nézzük a speckó dolgokat. Military Gloves 2-es, Iron Leg... Grand Top Elixir. A skill pontokat be lehet 57 000-be resetelni. Azért az nem rossz. 2800 az engine. Oh, ugye, hogy te se jó. Nem vagy jó, nem vagy jó. Lehet, hogy akkor elengedjük az engine-t. Sniper War 3, mit tanulsz? Kiütöd vele az ellenfelet. Egyébként ilyeneket lehet, hogy érdemes lenne megvenni. Mi van itt? Még amit nem látom. Hát nem látok semmi olyat. Nézzük végig, akkor itt kaja van dögivel. Ez is kaja. Anvil, leszarom. Chemical Station. Forge. Kaja. Chili hot dog, gyerekek, meg is éreztem, bazd meg. Hát épp. Figyelj, ilyen izé recept, hobó. Hobókaja recept. Nincs nálam nagyon pénz. Rugó. Sofa dick. Speaker. A speaker az mire jó? Semmi, this.
Jó, gyerekek, hát úgy látom, hogy lószar sincs nála. Még az is elugrott az a mód, amit ugye akart volna a képről használni. Eladni meg úgy látom, hogy nagyon semmit nem fogok. Esetleg mondjuk ezt eladhatnám, mert ugye tök nem kell. Volt még valami, ami esett és nem kell. Ja, izé. Ez. Jó. Shit, man. I treat you that good and you Szevasz, tesó. Jó, megyünk haza, bocs, ne dumáljál nekem. Mehetünk haza, és akkor megcsináljuk. Egy darab engine-em van sajnos. Úgyhogy nem lesz fullos. A kettő fölsőt azt nem fogom tudni bekötni. A kettő fölső bentit. De hát az úgyis csak hordakor kell, úgyhogy még rá is él, mert nem is nagyon akarom, azt lehet, hogy mindig le fogom kötni. Mert ugye a kábelek azok úgy fognak elfutni, ha csak nem ugye csinálok ilyen fali, ilyen szegmenset, amelyikbe bele tudom kötni, és akkor úgy megy fel. Úgyhogy az valószínű, hogy az úgy is marad. Gyerekek, ez nagyon kicsúszik, nem szabad neki nagyon nyomni. Viszont sokkal kevesebbet teszik elvileg, oh yeah. Meg valami speed modot is lehet rárakni, úgyhogy já, lehet, hogy el kellene mennem a másik traderhez. Megnézni, hogy milyen, mik vannak nála árok. Elvinni az összes talléromat, meg akkor eladni az utcokat. Ez ugye az tipikus jármű és fegyverrel foglalkozó dolog. Van egy trader. Majd megnézni, hogy mi van nála. Tudom, hogy ilyen rohadt hosszúak a videók, és lehet, hogy rüellitek, de hogy se ez fog erre lesz. És majdnem megálltam itt, és gyalog mentem be, amikor minek? Amikor itt direkt ki van alakítva, gyerek. Ide kellene egy ilyen fordító, kár, hogy nincsenek pisztolagva, de... Amúgy. Jó, és akkor ugye jött egy csomó üzemanyag is. Van bőven üzemanyagunk, úgyhogy nem kell aggódni. Na! Gyerekek! Ennél jobban soha egy büdös életben nem szartam be ebbe a játékba. Sanyi, lát egy macskát. Várjátok. Sanyi, adj ezt a cicát! Mi van ott? Hol van? Ellen jó? Nincs is semmi zaj, jó? Gyere le onnan, mert összeadod magad. Fejezd be! Gyere, Sanyika, le! Gyere! Gyere le onnan! Hagyd azt a cicát, nem kell bántani. Azért, ha látok, én úgy beszartam, hogy ezt elmisztem. Jédes Istenem, hallod? A hátamon áll a szőr, bazd. Esküszöm, megőrülök. Bazd, hogy be összeszartam magam ettől. Ja, ide még kell egy engine. Viszont ez valószínűleg jobban fogja zomálni az üzemanyagot így. Vagyis a... Jó. Oké, és akkor most már indul az is, ugye? Igen, most már az összes forog, tök jó. Az a kettő ugye még nem. De viszont a izet be tudnám kötni most. A kettő shotgun cuccot. Bekötöm, mert miért ne? Gyerekek, vigyázzon innen. Az a mit csináltál, hülye? Azt nem mondta, hogy szétkaszaboltattad magad. Where are we going? Hallod, ezt lekaszaboltatta magát a hülye. Hol, most hol van? Hol rakta? Mi van? Láttál valamit? Vagy van valami? Ezt sem tudok menni, öcsém. Ez mekkorát csapna nekem? A franc egyemény. Nem tudok bevenni, hogyha izaj, hogyha meg pörögnek, úgyhogy arra figyelnem kell. Úgyhogy nagyon szar a szitu. Sanyika! Basz! Halljátok, én úgy beszartam, szívem megállt majdnem. Nem tudom nektek milyen hangos volt ez, de nekem ilyen extrém hangos. Várja, megállítjuk el. Ugye vagy? És akkor elvileg... Akkor megy arra lefele? Egy, kettő, igen. Jó, akkor elmegyünk ide. És bekötjük ezt is. Nem tudsz rá többet kötni, bassz. Ó, oh, a sí. Picsába.
Akkor ezt is lekötöm, és akkor ezt valahogy máshogy kell megoldanom. Akkor védelmi, ilyen, az több kell. Akkor mindenképp legalább kell még egy generátort összekabálnom, meg kell egy csomó motor. Jó, nem gond, csak akkor így kell gondolkoznunk. Jó, ez jó, jó tudni. Jó, gyerekek, nincs senki, aki jönne, ilyen, mit tudom, zombi akármi? Megnéztem volna. Elmegyek még a másik árushoz, kirakom az elektromos alkatrészeket, a mechanikus alkatrészeket, hogy azért legyen egy kicsi helyen. Összeszartad magam, komolyan mondom. Na, mi van itt? Ez melyik? Ez a mechanikus. Itt egy motor, bazze. Jaj, de jó. Itt egy motor. Csak azt már ugye mindenképp a másikba kell raknom. Jó, csináljuk a dolgokat, mert bazze nem lesz izé. Nem lesz semmi időm semmire. Mit akartam? Elektromos alkatrész, hol vagy? Ez is elektromos alkatrésznek minősül nálam. Ez is elektromos alkatrésznek minősül nálam. Egyéb craft. Scrapelek össze-vissza. Szerves craft. Egyéb craft. Kicsit kiszórom. Mechanikus. Van-e az a mechanikus? Mit csinálsz? Keeper? Össze-vissza csinálsz mindent. Komolyan mondom. Az elektromos ez. Jó. Jó, és akkor eladható cuccok, gyerekek. Rakjuk sor. Úristen, ennyi eladható cuccom van? Ne szórakozzá. Nem számítottam. Ja, mert ki kell próbálni ezt is. Ezt is szeretném kipróbálni. Ez hogy működik? Meg hogy néz ki egyáltalán? Meg mi? Úristen, mennyi időm van itt? Na. De eléggé le van amortizálódva. De jó. Jó, a kuplumja viszi a láncot, gyerekek, épp hogy. Te Isten. Nem bírom ki, még nem menjek el a izéhez. A... Tudod hova. Jó. Kipróbáljuk mindenképp, hogy tudunk ezzel működtetni dolgokat. Annyi, hogy az elektromosba vele ezt a kettő aksit, várjál, a fegyverbe vele ezt. És még már teljesen kipakolok, az előbb meg már még nem akartam. Az elektromosba azt az egy lámpát. Oké. Okay. Jó. A szelves trapba azt az egy csontot. Alapanyagba ezt a 8 izét. Itt valószínűleg megtelep meg minden. Meg se csináltam mindet, mert ugye kifogyott belőle a fa. Semmi gond. Nem is fér se, úgyhogy semmi baj. És akkor rohanjunk a francba. El kellene vinni ugye. Itt meg ugye még szedi szét a dolgokat. Nem baj. Eladható cuccokat vigyük az összeset. Azok lesznek akkor az alsók. Úristen gyerekek. És akkor visszam a pénzemet és megnézzük, hogy mit tudunk kihozni ebből az egészből. Oké. Okay. Elvileg akkor most van nálam 76 ezer pénz, meg egy csomó eladható cucc. Meg még ezen kívül egyébként egy csomó eladható cuccom van, de amivel most egyelőre nem fogunk foglalkozni. Ja, itt kell egy lehajtó felhajtót csinálnom, mert ez nem a legbarátibb, hogy minden... Sanyika! Bocs, azért... Bazaj, lát egy macskát kint az udvaron, az ablakon keresztül. Hagyjad ezt a macskát, Sanyika! Az anyád szemét. Meg kell próbálnom a izét is. A láncfűrész. Kíváncsi vagyok, milyen gyorsan szedi. Gyorsan megpróbálom a láncfűrész, nem baj? A 140 fok. 140 fatszer, és nem tűnik, hogy egyébként olyan marha gyorsnak. Ugye? Jól láttam, hogy nem tűnik túl marha gyorsnak. Mennyit szerez? Ez is 140, és szerintem semmivel nem lassabb. Boltám se.
nem tudom, nem sok értelmét látom. Biztos, hogy egy 6-os az nagyon jó lehet, egyébként egy augernek inkább nagyon jobban örülnék, sokkal jobban. Nézzünk rá erre. Nyitva van az ajtó, onnan lehet tudni ennek, hogy az a kék ajtó nyitva van vagy zárva van. Hello there. Ja. Kicsit drifteltünk. Egyébként a bánya az biztos, hogy újra lootolható. Mivel a bánya az 100%, hogy újra termelődött. 40. nap van gyerekek, ott az elég hamar neki mentünk. Ez is egy érdekes hely lehet most már ugye, más game stage-en. Nem hiszem, hogy egyébként ezek mindig úton érnek? Nem biztos. Várj, megpróbálom kiemelni egy kerékre. Ah, ja, egyenesbe. Lehet egy kerekedni lóval. Csak az a baj, hogy pattog, akkor nem. Ó! Oh. Szétnyomogatod, azt kiemelik. Na jó, van, elhülyéskedjünk. Na, nézzük az üzleten, gyerekek! Menjünk rá a bizniszre! Mi a szituáció itt? Jó. Na, először is, tesó! Az a lényeg, hogy rengeteg dolgot szeretnék neked eladni. Ezt is. 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 Azt is. Azt is egyébként a dupla jövő eladja, és akkor nem kell ide, nem? Oda felmennem, látom ám. Ezt is. Jó. És adtunk mindent. Szerintem van 82.000 pénz lett a gyerekek. 82.000 pénzem van. Abból azért lehet válogatni. Nézzük, hogy nincs olyan extra. Hunting Rifle, 4-es gyerekek. Vazze. 4-es Hunting Rifle. Arra fel tudnék rakni dolgokat. Monsting nincs 71. Ja, de nem jó, mert ez ilyen egylövetű. A szar. A szar, gyerekek. Ez szar. De van egy Robotic Armor mód. Ja, ezt meg is tanultam, de egyébként nem tudom, hogy a drónra miért jó armort rakni, hiszen nem is támadják, érted? Ha nézzük, hogy mi van. Nézzük meg fegyvereknél, nincs valami. Nem hiszem el, hogy soha nem találok egy jó, egy sniper, vagy valami. Semmi, nézd oda. Semmi. Datra. Motion sensor, meg ilyenek vannak, de ezeket ugye le tudom craftolni, nem nagyon érdekelnek. Meg spotlight, ilyenekre nem akarok költeni, abszolút. Az semmi olyan, ami igazából, nem hiszed el, hogy semmi nincsen, ami kellene nekem. Miért nincsen semmi, hallod? Még ezt tudja, hogy újra termelődött, mert igazából az elén én cuccaim, amiket eladtam. Te utállak téged! Komolyan mondom. De utálom, nem hiszed el. Gyerekek, még el kéne mennem a csajhoz. Aj, elmegyek még a Jennyhez. Hát, hogy annál van valami, nincs semmi ezeknél. Miért nincs? Rüljön le! Vagy inkább becsalunk egy izét, becsalunk egy zombit, megnézzük, hogy a trapok azok hogy működnek. Ezt is hozzá úgy kiplutolnám. És érdekes lehet. Jó, nem állunk el meg ilyen madaraknak. Jaj, úgy kilutolnám ezt is, ezt a bányát. Csomó mindent kéne csinálni. Na jó, egyelőre akkor ennyi van. Kell shotgun-t pakolnom a izébe. A turetekbe, megnézzük, pakolunk sárgánt a turetekbe, beizítjuk, ja, azokat nem tudtam bekapcsolni, mivel ugye ahhoz már kellene még egy izé generátor, úgyhogy kell csinálni még egy generator. És akkor meg kell nézni, hogy a motorok azok hogy állnak. Ezt mindig elütöm, apa, és igen jól bírja. Kár, hogy fegyvert nem lehet rakni a járművekkel. Ja, hát ezzel nem mentünk el búcsúba. Nem is tudom egyébként, a ennél a csávon a szabad gyrokopter lenni, 100
100-valahány ezerért, úgyhogy elég jól állunk ebből a szempontból, hogy lehet, hogy tudunk venni egy gyrokoptert. Még igazából mire kölcsön? Elég esik az eső. Valószínűleg itt esik az eső jobb oldalt. Aha, jobb oldalt esik az eső, az útba oldalán nem esik az eső. Ki van nem találva, gyerekek? Na jó, megyünk be. És egy zombit szívesen becsalnék. Még kellene csinálni, még sok mindent kellene csinálni. Na várjatok, itt most nem akarok menni sehova ilyenkor, akkor azért érdemes lenne lekapcsolni. Meg igazából refúgja lehet, úgy. Egy zombit szeretnék lecsalni ide. Figyeljetek, izé, azt miért nem hordom rá 95-ös lőszer? Azt mondja már meg valaki. Jó. Na, egy zombit kellene csalni ide. Be kéne fejeznem ezt a bázist úgy nagyjából. Nagyon filózik a keeper. Mi a zombi csalás? Csak az a lényeg, hogy addig nem érdemes elindítani ezeket a dolgokat, mert nem tudok bejönni egy sem. Na, vajon találok egy zombit, akit lecsalhatnék? Szeretnék. Biztos nem fogok tudni. Ismerem magam. De akkor már kössük össze a kellemest a hasznossal. Vágok fát. Mivel ugye a szép miatt. Szóval meglátunk közben egy zombit, akkor ezt meg becsaljuk. Ugye nekem szén kellene. Rengeteg. Hogy tudjak lőszert csinálni, mert igazából mindig azzal van bajom, hogy kevés a szenem. Ah, egy stamina! A kevés a staminám, az is probléma. Mindig. Jó, ha pár zombit találnék, akkor azt becsalnám azért. És ígérem, hogy a speciál jobokra fogok rámenni majd. Nem csak a izére. Nem csak a sima jobokat csinálom, mert mondtátok, hogy akkor soha nem fogok nagyobb tigrit kapni. Most belogolt, úgyhogy esélyes, hogy... Esélyes, hogy zombi van a közelben, vagy bármi. Nem tudom, hogy mennyire sebződnek azok a trapok, meg tönkre mennek el, például, hogy... Vagy annyira megy tönkre, hogy így megsemmisül, vagy csak úgy annyira, hogy ne kell javítanom, de nem működik. Rengeteg puskaport kéne csinálnom. Már más alapanyagom egyébként van a... Viszont a staminám nem fogyna, ha ezt használnám, ugye? Ugye ez az értelme, hogy nem fogy a staminád. Eljött a zombing. Gyere babám, gyere! Gyere, elviszlek haza! Elviszlek Randira! Gyerekek, haza viszünk egy csajt! Gyere, gyere! Addig vágunk fát! Bocs, de dolgoznom kell! Jön még? Hello! Gyere, gyere! Jó van, igen, igen, értem! Gyere, gyere! Kidöntölengetem itt az összes fádba. Na, hol vagy? Ez meg jön, jó. Ne nagyon akadjon le. Tényleg,
Egyébként nagyon jó ez, mert nem fogy a staminám egyáltalán, ugye. Úgyhogy megvan az értelme, és rendesen megtankolja kannából, beszarsz neki, nagyon komoly. Na gyerek, mindjárt itt véged lesz. Jön ám. Hú, van. Miért nem érzel a vesztet, csaja? Viszont nagyon örülünk, mivel lett 806 forint rabszerünk. Itt majd egy kicsit izé, lehet, hogy ezt a bórit el kell boltanom. Na várja, jön ám a csaj. Itt egy kicsit közben itt rendet kéne raknom, mert itt annyi minden van. Ezt mindig elakarok egy szarokba. Bocs, de a postaláda is megy a levesbe valószínűleg. Úrban három papír. Hú, ne csaj! Igen, jó van. Na, gyerekek. Jössz, baby? Az igen, sikerült megoldanom. Na! Nézzük a csajjal, mi lesz. Ott jön. Jön. Na, gyerekek! Ezért magamhoz kellene vennem ezt, majd nézzük, hogy mennyire amortizálódik egy zombitől. Menes, vigyázz a penge! Aha, egy zombitól, 2000 a... acéllal tudod javítani. Nem tudod feljebb upgrade-elni? Azt meg kell próbálnom. Ó, jó ez. Figyelj, egy 50-et sebződött egy zombitól, akkor 10 zombitól 500-at. Akkor, ja. Akkor az nem olyan rossz, nem? Veszek magamhoz izét, vasat, kíváncsi vagyok arra, hogy ezt nem lehet felabgrédelni esetleg. Meg az alsó ajtót is meg akartam próbálni, úgyhogy azt is megnézzük. Jó, van gyerekek, tök jó vagyunk. Nem, feljebb már nem lehet, meg ezt akartam megnézni, hogy... Ha, ez se lehet feljebb, jó. Viszont ugye ki van kapcsolva most a... áram, úgyhogy nem nyílik az ajtó. Mellé kellene egy izé ajtót csinálnom egyébként. Egy Voldort kellett volna csinálnom mellé. Mert akkor... Ennyi lőszer volt, nem bazeg, ugye vagy? Ja, egy Voldort kellett volna mellé csinálni. Itt ezt kiütöm ezeket, mert annyira idegesítőek, hogy... Bazen 5000-es blokk. Annyira idegesítőek, hogy mindig el akarok bennük, amikor jövök ki. Ja, egy Voldor mellé jó lett volna. Be tudtam volna menni, de szerintem azt már hanyagolom. De mondjuk lehet, ezt majd megcsinálom. Ezt is tüntessük el innen. Oké, gyerekek, azt akkor ki tudok fordulni. Meg lehet, hogy... Ja, itt lehet, hogy csinálok majd egy ilyen fordító akármit. Oké. Nem olyan rosszak ezek a pengék, bár ezek nem fogják teljesen kivédeni a behatolókat. Úgyhogy valószínűleg még egy sor penge azért jó lenne. Ilyen pengét tudnék gyártani. Ide csinálnék egy féltetőt, mert még bőven beférek motorral, és akkor még egy sor pengét be lehetne iktatni. Igen, valószínűleg az lesz. Valószínűleg még egy sor pengét kell csinálnom, hogy kibírjon egy zombi hordát, bár lehet, hogy még úgyse fogja kibírni, de azért úgy már hatékonyabb lesz. Oké. A következő részben, ne felejtsem el, kellene kezdenem craftolni, ide is fogok állni. Puskaport kellene csinálnom. Ugye, ebből. Gunpowdert. Tudok csinálni majd 865 darabot, meg ugye van is, és akkor tudok csinálni lőszert. Be tudom rakni ezeket a shotgunokat. Itt kell csinálnom mindenképpen generátorbankot megint. Mert ugye kettő kell ahhoz, hogy minden csapdát tudjak működtetni, minimum. Jó. Jó van, gyerekek. Tök jó. Jó állunk, minden szuper. A baltáját lehet, hogy láncfűrészt fogok használni. Jó. Jó van, gyerekek. Ja.
folytatás következik. Hát nem, próbáltam mindent belesúfolni ebbe a részbe, de úgy látom, hogy még mindig nem nagyon haladtunk. Mert például ez mennyit evett? Ez 986-ot. Ja, azért ez zobál. Ez már egy zobál. Azért így már zobál. Viszont aztán van elég sok üzemanyagunk van, meg rá fogunk menni, hogy egy kicsit még inkább termeljünk üzemanyagot. Ja. Viszont az is tök jó, hogy ott fölül ugye megvesz ez a kettő penge. Nekem ma az is egy boldogság, hogy nem kell folyamatosan a madarakat majd lecsapkodnom. Bár ide kettő középpontbe fognak tudni repülni, de nagy eséllyel máshova is jönnek. Ja, hát igen, kellene még ilyen penge. Ezek a pengek szerintem tök fajnok, tök jó bírják. Ebből legalább még egy két sor, vagy egy sor mindenképpen, meg esetleg tureteket belülre, ugye így ezt, mit tudom én, lerakni így az őzők közé kb. Az oszlopok közé. Jó, gyerekek, írjatok majd, hogy szerintetek ez így frankó lesz-e. Nem is teljesen AFK bázis lesz, de azért nagyon sok zombit ki fognak írtani. Csak ugye abból valószínűleg nem kapok XP-t, bár nem is az XP-re, hanem inkább a lootra fog ráhajtani a Keeper. Ja, meg ki kellene festeni, meg be kéne upgrade-elni már ezt az egészet. Meg lehet, hogy egy szízét ráhagyok még. Egy részt, hogy ezt fessük ki, meg upgrade-eljük fel, meg minden, mert nagyon csúfos, nem tetszik nekem, gyerekek. Ahogy nem jön be ez az egész így. Meg olyan kis kiholt, ide kellene a járműakat részeknek. Ja, meg egyébként miért is nem tárolom itt a járműveimet akkor már, nem igaz? Na jó, van, elbúcsúzom, mert megint baszott hosszú rész lett. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek. Csácsú, mi sötészta.